Arra figyeljetek, hogy nehogy aztán beleessen. Egy merítés a parafinban és a kanócon már is gyertyaforma kezd alakulni a viaszból. Ebben a csákvári óvodában a szerdai nap a segítségnyújtásról szólt. Belemártottuk a parafinba a gyertye, körbe mentünk, és aztán megint belemártottuk, és meghízott a gyertya. A gyertyaöntéssel az intézmény ahhoz járult hozzá, hogy a rendszeres áramkimaradásokkal küzdő kárpátaljaiak számára biztosított lehessen az ünnepfénye. Az országos adománygyűjtést Betlehemi csillag elnevezéssel a Magyar Református Szeretetszolgálat hívta életre. Mind a közösségeknek, mind egy-egy otthonnak, egy-egy családnak szüksége van ezekre a virágító eszközökre, és jelenleg Kárpátalján lassan fogyó eszközé is válik, másrészt pedig az árak emelkedése miatt vannak, akik nem engedhetik meg maguknak, hogy megvásárolják ezeket a nagyon egyszerű és talán hétköznapi dolgokat, amelyek nálunk itthon Magyarországon talán már feledésbe is merültek, és csupán az ünnepnapoknak az egyik ékességeivé válnak. A csákvári óvoda egy magánfelajánlás segítségével tudott hozzájárulni ahhoz, hogy Kárpátaljára is elérkezhessen az ünnepfénye. Csatlakozott most egy felajánló, aki azt javasolta, hogy a gyermekek készítsenek gyertyát. Ez egy nagyon időigényes munka, egy időigényes feladat, és ezek mellé a gyertyák mellé egy-egy kis rajzot vagy színezést, és küldjük ezt Kárpátaljára, küldjük ezt azokban a falvakban, ahol esetlegesen nincs áram, vagy karácsony este éppen csak ezek a gyertyák tudnak pislákolni. Ambrus Kristóf a hírekben hallott a szeretetszolgálat gyűjtéséről, és miután tapasztalata van a gyertyaöntésben, nem volt számára kérdés, hogy hozzájárul az akcióhoz. Igen, én is mindig mártottam gyertyát, és akkor Gábort felhívtam, hogy itt van, ő ugye intézményfenntartó óvodája van a református egyházközösségnek, hogy mit szólna, hogyha akkor ezt még egy ilyen jótékonysági dologgal megtolnánk, hogy a gyerekek is csinálnak, és akkor őket is így nevelne a felelősségvállalásra, meg a segítségre. December 20-áig gyűjti a gyertyákat és elemlámpákat a szeretetszolgálat. Ezzel párhuzamosan pénzügyi adománygyűjtés is folyik. A befolyt összegből akkumulátoros, nagy teljesítményű lámpákat vásárol az alapítvány.